Na sziasztok, fiúk, lányok, én Zsimi vagyok. Srácok, lányok, a Natu Shiny után beindulva úgy döntöttem, hogy egy kicsit nagyobb vadra fogunk most vadászni, ami nem más, mint egy hó, visszadobták hót most egy kis időre, és úgy döntöttem, hogy ideugrunk, nyomatunk egy kis szolíd hórédet, ugye a Smackdown-os tirákkal már könnyedén le lehet zúzni, és hát itt mindegyik karakterem tele van Smackdown-os tirával, srácok is fullon vannak Smackdown-os tirával, szóval valószínűleg ez egy nagyon könnyed kis laza meccs lesz. Főleg, hogy a Fire Blastos lesz ez a hó, akkor nagyon el fogja magát bőgni. Felvétel megy, képernyő felvétel megy, és akkor nyomhatjuk neki ezerre. Hát és már csak azon kell szurkolni, hogy beugrik egy shiny apunak. De jó volna itt, mi? Aha, mit tolt ez? Fire Blast, persze Fire Blastos a kicsike jól van. Stone Edge-ek azok úgy állnak szegénybe bele. Úristen, biztos fáj a segge, nagyon kapja a Stone Edge-et folyamatosan. Nem volt rossz ez a Fire Blast, nem volt rossz, mi is azért kapjuk tőle, de esélye sincs. Srácok, közben kommentbe lehet írkálni, hogy kinek ugrott be már a Shiny Hó. Szombaton már kaptam azonnal az üzenetet, drága kis nézőimtől, hogy hello, itt van már a Shiny Hó. Gratulom mindenkinek, akinek meglett. Dobjátok le kommentbe, hogy kinek sikerült levadászni egy gyönyörű példányt. Nagyon jól néz ki amúgy ebből a shiny hó, szóval nem vagyok egy nagy shiny fan, de erre úgy azért beugranék. Ez úgy tetszene a kicsike. Gyönyörűen néz ki, szóval elférne egy a Pokédexbe. Közben megy a vibráció itt keményen. Nagyon jó Pokéspawn van itt amúgy ennél a gymnél, iszonyat jó hely. Erre mindig megéri cirkálni, mert tele van pokéval. Hát úgy látom, hogy maximum 3 Tyranitárba fog ez így fájni. Nekünk 10 vagyunk, kisebb-nagyobb karakterekkel. 3-4 nagy karakter van ebből. A többik azért nem olyan hűdő. Nem. 2-4-5-6. Hát vagyunk azért. Na, mindenkinek cseperednek már a kisebb karaktere is. Na nézzük! 2022 ugye a 100-as boost nélkül, most nincs a boostunk, 2053. Az nem olyan jó, de ha shiny, akkor megfelelő. 3 rare candy-t kaptunk, júj, nem merek rá kattintani a gombra. Először nézzük meg a kicsiknél, hogy shiny-e, avagy sem. Csabesz. És az nem az. Ez nem shiny. Na nézzük ezt a shiny szlopáló vadállat karaktert. Ennek azért rengeteg shiny-ja van már. És ez se az. Ha ő nem kapott, akkor senki sem. Ez a karakter, ez nagyon huncut. Na nézzük akkor. Ide mit pattint, és ide se. Hát ez elég sajnálatos, ráadásul a CP-k is mindegyik 2200 alatti. De nem baj, legalább letoltuk így az első hó rédünket. Dobunk neki egy pálynapot, mert ilyen flagmák vagyunk. Jaj, ezt már majd elfelejtettem, hogy kell dobni. Mondhatni, el is felejtettem, de nem, már tudom én. Itt középen kell pörgetni a labdát, és arcába kell igazából verni neki. Nem fogunk várni semmire, gyerekek. Annyira nem jó az IV-ja, hogy itt nagyon kicentízzük, hogy minden dobás excellent legyen. Flagmába szórjuk neki, az hadd csűrjön, érted? Nem fogunk itt vele szarakodni. Főleg 2153 CP-vel, te jó Isten. Na azért ott az excellent apucsak oda varja neki, tudjátok, hogy megy ez. És nem számít, hogy excellent vagy nem szellent. Ő kiugrik a nagy menő hó. Nem a szolipány, majd hogyha bejön a... Mi az? Az a másik Raspberry. Silver Raspberry, vagy mi volt annak a neve, bakker, már nem is tudom. Az ugye 1,8-szoros a szorzó, hogy catcheled. A Golden Raspberry-vel ugye 2,5 a szorzó. És még ugye 6 candy-t is ad majd azzal az új berry-vel, szóval tök jó. Kis karaktereken sem nagyon akar meglenni ez a hó. Flegma a jószág, nagyon flegma. Pedig azért illene meglennie, én azt mondom. Na, erre meg szállj fel, kismadár.
Nagyon játékos vagy, kis csibém. Flegma Great. Ezeken is csak ráflegmázok. Jaj, Csabinak lehet megsincsan, oda kéne figyelni. Én birka. Csak flegmába szórom neki rá, basszus. És ha csak öt labdája van, jól elszórtam neki a labdát, nem baj, Golden Razzal megpróbáljuk neki elkapni. Szerintem annak a karakternek nincs. Azt tudom, hogy a másik kicsinek annak van egy nagyon fullos. Meg lennél végre? Hát már komolyan mondom. Olyan ideg állapotba kerülök. Már itt lassan kitérek a hitemből. Maradj benne, légy szíves. Jó, lehet itt Hawkeye lesz. Nem, mint hogyha, érted, annyira hűde karakter lenne. Vagyis annyira hűde jó Ivy lenne. Hogy kéne érte izgulni egy kicsit is, de azért érted. Hány labdánk volt? 16 körül. Instant. Na jó, kap egy Golden Rust. Majd figyeljétek, ezzel benn marad. Golden Rust excellent. Használ-e esetleg? Tetszik-e neki? És ez se tetszik? Nem. Ez, gyerekek, ez a hó, ez nem viccel. Nem marad benne mindenbe. Vágod. Ha! Ez meg valahogy be volt lassulva. Bye. Ennyi volt, gyerekek. Jó van, hát menjünk tovább, próbálunk valami értelmes életet összeszedni még a mai nap folyamán, hát ha beugrik valami, és akkor majd arról jelentkezem. Megnyomhatunk egy-két pokévalvot, úgy döntöttem, szóval majd azokról jelentkezem hamarosan. Most srácok, kijöttünk az éjszakába. Közben egy Csavi barátom írkál nagyon. Kijöttünk az éjszakába Eevee-t sétáltatni, hogy Umbreon tudjunk majd belőle evolvolni. Tehát megrecsent három darab állalaneg, amit mindenképp le kell csekkolni. A hóréd után sajnos már nem volt semmi extra, semmi. Üdvözlöttem, hogy majd az éjszakába folytatjuk. Hát miáú recsend, miért is ne? Kemény sötétben kicsit szolíd LED világítással. De félreálltunk itt a pusztán. Itt azért kicsit... Reméljük nem jön a kőbányai szopó fantom, gyerekek, mert hogyha itt elkap minket, itt iszonyat vákumot tud majd termelni. Hát reméljük itt azért nem jár. Na, utoljára valami. Egy 100-as diodudnak amúgy örülnék. Csak úgy mondom. Ez Vulpix, Vulpix, te kis köcsög. 427. Wander, Atak. 14-es atakkal. Jó van, kis csöves Vulpix, hát most már meg annyi lesz belőle, hogy már megunjuk. Na jó van, gyerekek, most az lesz a téma. Megyünk itt tovább, még egy darab candyt kell szerezni ezzel az Eevee-vel, utána ennek a questnek vége. Utána kell még egy candy az Eevee-vel, akkor tovább tudom majd evolvolni Umbreonnál. Mert a következő feladat meg az lesz, most megjelenik megint egy poké, látjátok itt a rewardoknál kapunk egy metálkótot, 2500 dustot, meg majd Pokémon fog megjelenni, az egy Eevee lesz, szóval ismételten azért, hogy tudjál sétáltatni mindenképp egy Eevee-t, mert a következő az 5x8, az meg az lesz, hogy egy Umbreont kell evolvolni, meg két Candyt kell sétáltatni az Eevee-t. Nagyjából ennyi, meg még lesz egy harmadik valami, ami valami lényegtelenség, annyira nem számít igazából ez az Eevee, a szívás benne. Utána a 6x8, ugye meg hogyha jól emlékszem, az lesz, hogy 7 napon át minden nap meg kell pörgetni egy pokéstoppot, ami ugye szívás is lelassítja a dolgokat, de most megpróbáljuk ezt megnyomni, gyerekek. Még egy candy kell az Eevee-nek, az meg lesz, másfél kilométer múlva. Gyorsan meg lesz. Na de majd jelentkezek az Umbreon. Vagyis milyen evolve lesz? Most várjátok már. Nem? Most meg lesz ez. Hát lehetséges. Remélem, hogy az Umbreon evolve-val jelentkezem. Most látok, lányok, már reggel van, a tegnapi videózás, ez egy kicsit félbeszakadt, elfáradtunk, ennyi volt, de most így korra reggel úgy döntöttem, hogy kinyitunk egy gyönyörű Field Research boxot, ami még Raikót tartalmaz. Sajnos a következő boxom, akárhogy számolgattam, az már Entei-t fog tartalmazni. Egy napot kihagytam véletlenül, nem csináltam küldetést, és mi lett a vége? 1414, hát ez se lejt ugyanúgy, sajnálatos módon, mindegy, megpálynapoztatjuk. És akkor ez így szépen meg lesz. Egyetlen egy napot kihagytam,
És hát ennek az lett az eredménye, hogy így, hogy így nem lesz meg a Raikou már a következő boxba. Ez még ilyen flagmadobásra benne maradt, hát nem volt egy mérges tigris. Na nem baj. Ha tehetitek és tudjátok, akkor mindenképp inkább Raikou-t nyissatok ki, mint az Enterre átmenteni a Research Boxot, mert sokkal jobb, sokkal hasznosabb poké a Raikou, legjobb electric type poké. Az Enter meg hát az csak úgy van, az úgy nem olyan hű, de Wander, Atak, X-Seed, legalább 15 atakos a kicsike, ez azért úgy nem olyan rossz. No, srácok, lennek az van, elkezdtem most videót vágni, csak gondoltam, most felveszem még ezt a... Ez egy következő videó lesz, szóval most egy előző videót vágok, amit 4K-ba vettem fel. Undorítóan nagy a mérete, megnéztem, hogy más pokégós youtuberek is maximum Full HD-ba nyomatják, szóval ez volt az utolsó 4K-s videó. Ez iszonyat nagy, minőségbeli különbség akkora nincs szerintem, szóval ennyi volt a 4K. Fú, ez iszonyú szenvedés ekkora méretekbe vágni, ez valami gusztustalan, szóval én ezzel nem fogok szenvedni. De szerintem a Full HD is ugyanúgy gyönyörű lesz, mint eddig. No, srácok, lányok, hát köszi szépen a figyelmet. Most az van, hogy a cuki kis ívinkkel döcögni kell még jó pár kilométert, utána megvárni az estét, hogy Umbreonnál átváltson. Utána még este ki kell pörgetnem egy pokéstoppot, miután megcsináltam az Umbreont. De ez majd valószínűleg egy következő videó lesz. Na pasi mindenkinek, ha tetszett a videó, akkor csapasd a lájkot, hamarosan találkozunk a szellemi küldetésnek a folytatásával. Addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!